a mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyem Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 4. részében, 17-től a 32-ig terjedő versekben. Ezt a hosszabb részt ülve hallgassuk meg. Az Efézusi levél 4. részének 17. és következő verseiben így szól Isten igéje. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkozásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért elkölcsi érzésükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le tehát a régi embert, amely a megtévesztő kívánságotoktól megalomlott előbbi életmódja miatt, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki az ő fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Se helyet ne adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, akivel elvagytok jegyezve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni mindenek előtt ezt, hogy megbocsátottál nekünk a Krisztusban. Dicsőítünk azért, hogy a múlt héten sem vétkeink miatt, vétkeink szerint cselekedtél velünk, és nem fizettél nekünk a mi álnokságaink szerint. Nem azt kaptuk tőled, amit érdemeltünk volna, még csak nem is annyit, amennyit kértünk, annál többet, mérhetetlenül többet. Köszönjük az elmúlt hetet. Bocsáss meg, hogy olyan természetessé válik számunkra az, hogy nap és éjszaka váltogatják egymást, pedig még ebben is a te ígéreted teljesedik be. Bocsáss meg, hogy megszokjuk a te gondviselésedet, gondoskodásodat. Elhitetjük magunkkal is, hogy saját erőfeszítésünknek köszönhetjük az eredményeinket. Pedig néked tartozunk hálaadása azért, hogy egyáltalán van miért, kikért fáradoznunk. Köszönjük neked az erőnket, köszönjük, ha egészséget adtál. Köszönjük az eredményeket és a kudarcokat. És köszönjük, hogy a múlt héten is tapasztalhattuk, hogy igaz a titok, akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Áldunk téged azért, hogy itt lehetünk előtted. Bocsáss meg, hogy a gyülekezet ajándékát is úgy megszoktuk. Köszönjük, hogy van gyülekezet, hogy testvérek lehetünk, és együtt mondhatjuk neked, hogy mi atyánk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus is testvéreivé fogad minket, és testvéreivé te az ellenségeiből,
Tudjuk, Urunk, hogy nem mindegy az, hogy mi hangzik itt el, és kérünk tőled most is éltető, egyszerű, érthető, tőled való igét. De tudjuk azt is, hogy valami több is történhet, mint az, hogy hallgatunk és megértünk valamit. Veled találkozhatunk. Ezt a csodát kérjük. Engedj minket egészen közel magadhoz, onnan, ahol most vagyunk, ahova eltévejettünk. Sokan messze földről, nagy nyírségből kiáltunk hozzád, köszönjük, hogy eljut a kiáltás hozzád. Köszönjük, hogy a mi kiáltásunk is már mindig csak válasz a te kereső szavadra. Találj meg minket, mennyei édesatyánk! Vonjál közel magadhoz, és így engedj ne csak megismerni igazságokat, hanem igaz életet élni. Taníts meg minket élni. Amen. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Amen. Szentlélek, Úristen, kérünk téged, hogy szenteld meg mi szívünket, világosítsd elménket, hogy érthessük igédet, mi édes mesterünket, Krisztusunkat. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva található az Efézusi levél 4. részének 29. versében eképpen. Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Kedves testvérek, amikor 2 héttel ezelőtt elkezdtük a 9. parancsolat tanulmányozását, láttuk azt, hogy milyen sokféleképpen tudjuk mi megszegni Istennek ezt az igéjét is. Sokszor úgy, hogy oda sem figyelünk, észre sem vesszük, csak fecsegünk, locsogunk össze-vissza felelőtlenül, és a fecsegésünkkel, pletykálkodásunkkal mérhetetlenül sok kárt okozunk. Máskor meg úgy, hogy nagyon is jól tudjuk, hogy mit fogunk most ártani, azokkal az előre elkészített és jól elhelyezett szavakkal, mondatokkal, amik elhagyják az ajkunkat. Láttuk, hogy úgy is meg lehet szegni ezt az igét, hogy hallgatunk, és nem védünk meg valakit, akit mások bántanak. A hazugság mindenféle formája is, a 9. ige sárba taposása. Sőt, azt láttuk, hogy van ennek még egy kegyes formája is, ahogy meg lehet szegni ezt az igét, amikor a rosszul alkalmazott vagy elhallgatott ige van ott az ajkunkon, ami vagy nem jön ki, mert szégyeljük a Krisztus evangéliumát, vagy helytelenül alkalmazzuk és azzal csak álltunk. És végül láttuk, hogy Jézus halálának a közvetlen okozója is a hamis tanúskodás volt. Ennyire lehet ölni a beszéddel. Nem tudom, hogy ki hagyta itt akkor a megterített úrasztalánál a maga sok hamis tanúskodását, hazudozását, egész álnok szívét, és kinek a beszéde változott meg azóta. Mert végül is ez lenne a célja, ami ige hallgatásunknak mindig, hogy Jézus Krisztus az ő igényével formáljon, tisztítson minket, és egyre inkább hasonlítsunk ő hozzá. Ezzel a várakozással folytassuk most ennek a parancsolatnak a magunkra alkalmazását. Nagy felelősség tehát beszélni, minden szónak súlya és következménye van, sokszor egészen kiszámíthatatlan következménye. Ezért meri leírni az apostol ezt, hogy egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a ti szátokon. A régi fordításban Károli Gáspár így adja vissza ezt, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön. Nos, vajon meg lehet-e ezt valósítani?
Sokan úgy próbálták elkerülni a nyelv bűneit, hogy némasági fogadalmat tettek, és olyan helyre vonultak, ahol ezt meg is lehetett tartani. De nyilván érezzük, hogy egyrészt nem lehet mindenkinek ilyen fogadalmat tennie, másrészt nem ez a megoldás. Nem azért adta Isten nekünk a nyelv ajándékát, a beszéd lehetőségét, hogy ne használjuk. Valahol másutt van a megoldás. Viszont kell nekünk valami útmutatás, mert kénytelenek vagyunk nap mint nap beszélni. Egymásról is kénytelenek vagyunk beszélni. A másik távol létében is sokszor véleményt kell mondanunk. Információt kérnek, megkérdeznek. És amit mondunk, az nem is mindig lehet hízelgő, hogyha az igazat akarjuk mondani. Nos, hogy lehet elkerülni hát, hogy egymás ellen tanúskodó, hamis tanúkká legyünk? Hogy a nyelvünkkel ártsunk egymásnak, amikor kénytelenek vagyunk egymásról beszélni. A felolvasott igéből három szót szeretnék kiemelni, és arra építsük fel azután ezt az útmutatást. Azt mondja Pál apostol, hogy ha azt mondjuk mindig, ami igaz, ami szükséges és ami épít, akkor nem leszünk egymás hamis tanúi. Akkor nem fogunk ártani egymásnak a nyelvünkkel. Ami igaz, ami szükséges és ami épít. Tulajdonképpen nem új hegyre szedhető szabályok ezek, amiket ha mindet betartja az ember, akkor rendben van a dolog. Majd látni fogjuk a végén, hogy mástól függ az, hogy egyáltalán így tudjunk beszélni és gondolkozni. És nem is külön-külön érvényesek, csak akkor nem lesz hamis tanúskodás a beszédünk, ha mind jelen van a beszédünkben. És a másik kettő szinte már benne van az elsőben, úgyhogy erről szeretnék legrészletesebben szólni, hogy mit jelent az, hogy igazat beszéljünk. Így olvastuk a 25. versben, ezért tehát, tudnilik, mivel a Krisztust komolyan vettétek, mivel le akarjátok vetkőzni a régi bűnöket és felöltözni az új embert, ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Mondjatok igazat. De micsoda az igazság? Kérdezhetjük Pilátussal. És ez egyáltalán nem felesleges kérdés. Pilátus nem az eszét űzte ott, amikor abban a nehéz helyzetben nagypénteken ezt kérdezte Jézustól. Micsoda az igazság? Egyszerűnek tűnik, hogy mondjatok igazat, és akkor minden rendben lesz, de mikor mondok igazat? Hogy lehet egyáltalán az igazságot felismerni? És lehet-e pontosan verbalizálni, szavakba önteni? Ha már átszűrtem magamon, és szavakat kerestem annak a kifejezésére, már torzul szükségképpen, és egyáltalán kiláthatja a teljes igazságot. Igazság mozzanatokat figyelünk meg csak. Mit jelent ez, hogy vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat ki az ő fele barátjának? Hogy mennyire nem egyszerű dolog ez, arra nézve hadd mondjak el egy apró történetet, amit egy szemtanú és fültanú mesélt el. Egy kórház folyosóján várakoztak emberek, beszédbe elegyedtek egymással, volt köztük egy nyomorék, púpos, alacsony férfi is, a családjáról kezdett beszélni, megmutatta a felesége fényképét, feltűnően csinos, szép fiatalasszony volt a fényképen. És aki ezt elmondta, azt mondta, hogy valószínű mindnyájan arra gondoltak, hogy hogy mehetett hozzá egy ilyen szép asszony ehhez a férfihez, és hogy élhet vele. De természetesen nem szólt erről senki semmit. Azaz, hogy valaki egyszer csak mégis kimondta az igazságot, és megkérdezte, hogy ugyan mondja már, egy ilyen szép asszony nem talált magának csinosabb férjet, mint maga. Azt mondja, hogy elöntötte a könny annak az embernek a szemét, zsebretette a fényképet, és a két mankójával elbicegett. Az igazat mondó pedig zavarát palástolva megkérdezte a többiektől, hogy miért sértődött ez meg? Hát nincs igazam. És mindnyájan érezték, hogy igaza van, de mégsem az igazságot mondta ki. Valami hiányzott még abból, amit mondott. Valahogy nem volt a helyén az a mondat. Ez egy igaz észrevétel volt, többüknek is eszükbe jutott. Ő volt a bátor, aki ki is mondta, ami eszébe jutott. És mit vitt előbe vele? Mit épített? Mi történt?
valamit összelombolt az igazsággal. Igazat mondott, és mégsem az igazságot mondta. Mert az igazság az több, mint adatok halmaza. Több, mint a tények egyszerű felsorolása. Az igazság több, mint a valóság megfigyelése, vagy mint a tapasztalat. Mindez benne van az igazságban. De mindez, ha egy magasabb szervezettségben jelenik meg, akkor lesz belőle igazság. Ha még valami hozzájön az adatokhoz, megfigyelésekhez, igazságmozdanatokhoz, ha az adatokat, megfigyeléseket, tapasztalatokat azokra az emberekre vonatkoztatja valaki, akiket azok érintenek, akkor közelíti meg az igazságot, vagy sikerül néha kimondania az igazságot. Hadd mondjam így még egyszer, hogyha ezek az igazság mozzanatok egy magasabb szervezettségben jelennek meg, akkor az az igazság. Ennek a kérdésnek az irodalmi, esztétikai oldalát csodálatos világossággal fogalmazza meg Arany János a Vojtina Ars poétikájában. Érdemes lenne egyszer egy nem Isten tiszteleti alkalmon ebből a szempontból elemeznünk azt a verset. Most csak néhány sort hadd idézek belőle. Ilyeneket írja ott, csak hogy nem ami rész szerint igaz, olyan kell mi egészben, s mindig az. Itt a mi egyik tévedésünk, hogy a rész szerint igazat azonosítjuk az igazsággal. És sorozatosan tévedünk, és eltévesztjük a célt. Aztán később írja, hogy nem a való hát, annak égi mássa lesz, mitől függ az éneknek varázsa. Van a való, és van valami más, az igazság, ami a valónak az égi mássa. Mi ez? Majd erre még visszatérünk. És végül még egy idézet. De bár egész s örök, úgy puszta nyersen feladva, nem segít valód a versen. Úgy puszta nyersen vágunk hozzá sokszor egymás fejéhez igazságokat. És utána még föl is vagyunk háborodva, hogy hát nem az igazat mondtam. Azt mondtad, de nem az igazságot. Az igazság több, mint egy-egy megfigyelt igazság mozzanat. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy ne hazudjatok egymás ellen, hanem amit mondotok, az az igazság legyen, igazat szóljatok, akkor ő ezt a fajta igazságot érti. Azt, amiben van még valami, mint a puszta tények megfigyelése, amiből nem hiányzik az, ami például a kórház folyosóján beszélgető barátunkból hiányzott. Mi ez vajon? Mi teszi a valót annak égi másává? Egyértelmű a Szentírás válasza erre, hogy a szeretet. Itt olvassuk, néhány verssel korábban írja Pál itt a 15. versben, hogy az igazságot követvén szeretetben. Ki kell tehát egészítenünk ezt, hogy az igazat mondjuk, amikor egymásról vagy egymással beszélgetünk. Az igazat mondjuk, de mindig szeretetben. Így teljes az, amit Isten igéje segítségként nekünk adni akar. Mert a puszta igazság úgy puszta nyersen ölni is tud. Az igazság nagyon sokszor embertelen, kegyetlen, kíméletlen is lehet. De ha az igazság szeretetbe ágyazva jelenik meg, akkor még a legkeményebb igazság is épít, gazdagít, gyarapít, hozzájárul az élethez. Szeretet nélkül minden igazság a felebarát elleni tanúskodássá lesz, vagy lehet. Szinte kimerem jelenteni, lesz. Szeretet nélkül hiába mondunk igazat a másikról. Valami módon azzal ártunk, neki, vagy az ügynek, vagy magunknak, rendkívül sokféle módon lehet ártani. Máig is emlékszem arra, amikor az egyik falusi gyülekezetben, ahol szolgáltam, a falu egyik vezetőjének egy egyszeri és megbánt botlását valaki kifecsegte az egész faluban. És ezzel sok mindent elrontott, évekre megfertőzte ott a légkört. Igazat mondott, szintiszta igaz volt, amit tudott róla. De miért mondta el? Mit vitt az előbbre? Szeretet nélkül mondta el. Nem az illetővel beszélte meg, róla mondta. Nem idejében mondta, hanem jóval azután, miután az már megbánta, elintézte, és soha többé nem ismétlődött az életében. Akkor minek? Igaza volt, és mégis nagyon sokat ártott vele. Az igazság fanatikusait azt fenyegeti, hogy szinte istenné, bálvánnyá válik az igazság a számukra,
szinte Isten helyett istenítik az igazságot, igen sokszor a maguk igazságát, és így embertelenekké, kegyetlenekké is válnak. Olyan csodálatos az az egység, ahogy Jézusban együtt van igazság és szeretet. És hogy a bűn mit rombolt ebben a világban és az emberi gondolkozásban, az egyebek között ebből is nagyon világosan látszik, hogy ami eredetileg egy, igazság és szeretet, azt mi képesek vagyunk egymástól eltávolítani, sőt egymással szembeállítani is. Képesek vagyunk úgy gondolkozni, hogy vagy igazságos vagyok, vagy szeretem. Jézus Krisztus maga az igazság, és ugyanakkor maga a szeretet. Benne ez a kettő egy. És meg kellene tanulnunk így gondolkozni erről. Mi a szeretetnek a lényege, különös tekintettel az igazság megmondására? A szeretet lényege mindig az, hogy a másik helyére áll. A másik érdekeit tartja szem előtt. A másik javát akarja szolgálni. Azért, akit szeret. Nem beszél róla csak úgy össze-vissza. Jó ez neki? Építi ez? Haszna lesz ebből? Akkor mondom. Ha nem, a szó közepén, a mondat közepén is abba hagyom. És inkább lemondok arról, hogy ne vessenek azon a poénon, amit pedig már kimondtam volna a végén. Ne legyen poén, ha az valakinek árt. Mert egy pillanatra a helyébe képzeltem magamat, és rádöbbentem, hogy ezzel csak bántanám. Neki ez hogy esik? Benne ez mit munkál? Vele ez mit tesz? Az, hogy Jézus szeret minket, azt jelentette, hogy a helyünkre állt. Nem rokon szemvezett velünk csupán, nem csak a szíve esett meg rajtunk, a helyünkre állt. Bűnné lett, érettünk. Ezt olvassuk. Azt jelentette, hogy szeret minket. És ma is egymást igazán szeretni mindig ezt jelenti, hogy egy kicsit az ő fejével próbálok gondolkozni. Az ő szemével nézem a valót, úgy puszta nyersen. És mindjárt többet látok belőle, és mindjárt más súlya lesz mindennek. És ennek megfelelően mondom, vagy nem mondom. Az mond igazat a másikról, vagy a másiknak, aki annyit mond, amennyi neki használ. És a többit egyelőre nem mondja el. És ha az használ neki, hogy most semmit sem mond, akkor hallgat. Ehhez már egyfajta összeszedettség kell, ehhez szeretet kell. Az igazságot követvén szeretetben. Nagyon jó lenne, ha világosan értenénk ezt. Nem arról van szó, hogy a szeretet elkezd hazudni a másik érdekében. Nem arról van szó, hogy a szeretet megkurtítja, elködösíti, megrövidíti az igazságot, hanem arról, hogy alkalmazza az igazságot. Beépíti az igazságot egy nagyobb egészbe, a teljességbe, amelyikben nem csak való tények szerepelnek, hanem emberek, sorsok, célok szerepelnek. És használni, szolgálni akar az igazsággal. Ezért mondja itt Pál, hogy egyetlen rossz szó a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem sokkal inkább az, aki, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, és nem úgy, ahogy éppen eszembe jut, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ami bűntől megvert nyelvünk, ami sokszor bizony átokká lehet, áldássá lesz Jézus Krisztus kezében. Így tudjuk-e odaadni neki használatra egészen a mi beszédünket, nyelvünket, és készek vagyunk-e így szólni az igazságot szeretetben. Ha így lenne, akkor nem vétenünk például olyan nagy hibákat, mint aminek többször fültanúja voltam már, hogy szülők, nagyszülők, családi kör megtárgyalja egy kisgyereknek a jellemét, hibáit, tetteit ott a gyerek előtt, de úgy, mintha nem lenne ott. Nem tekintik embernek, tárgynak nézik. Beszélnek róla, mint egy újonnan vásárolt konyhagépről. És hogy mit ártanak ezzel, arra nézve sok-sok tragédiát láttam már, amikor néha kibudjon a gyerekekből ez a keserűség. Éppen az elmúlt héten is elmondta egy kicsi ezt. Azt jelenti, hogy nem szeretik. Úgy látszik, az édes anyukája sem szereti, mert tárgynak tekinti. Képtelen önmagát az ő helyébe képzelni, hogy hogy hallja ő azt. Hogy most megbeszélték, hogy milyen ügyetlen volt az óvodai rendezvényen. És ezzel szinte megpecsételték, hogy ügyetlen lesz a következőn is, meg azután is.
és ha ezt egészen másként mondanák el neki, vagy egyelőre nem beszélnének róla, hanem igyekeznének bátorítani, aztán örülni annak, hogy egyre ügyesebb lesz. Az azt jelenteni, hogy szeretik is. Ez így csak azt jelenti, hogy az igazat tárgyalják meg egymás között, szeretet nélkül. Sose fogom elfelejteni azt, amikor kezdő segédlelkészként legelőször kellett gyermekistentiszteletet tartani, és rendkívül rosszul sikerült. Éreztem, szégyeltem, bántott, csapnivaló volt az egész. És utána a főnököm azt mondta, hogy gyere, beszéljük meg. És el voltam készülve mindenre. És egyetlen bántó, bíráló szót nem mondott, mégis megbírálta az egészet, de nem úgy, hogy megszégyenített, megalázott, bénított volna, hanem úgy, hogy kedvet csinált, bátorságot adott, és attól kezdve is mindvégig segített. Nos, mit csinált? Elhallgatta az igazságot. Azt kellett volna mondani, hogy édes fiam, hogy kerültél te ki a teológiáról, még ennyit se tudsz, csapnivaló volt az egész. És igaza lett volna, ha ezt mondja. És nem ezt mondta. Akkor hazudott? Nem. Csak vette a fáradtságot, hogy az igazat beleágyazza egy nagyobb összefüggésbe. És a szeretet közegében tálalta az igazat. Értettem én azt, ami abban benne volt, és tudtam, hogy milyen hibákat vétettem. Most erről szól nekünk Isten igéje. Mert ha nem tanulunk meg így beszélni egymásról és egymással, akkor feltétlenül egymás elleni hamis tanúbizonyságot teszünk. Ha megtanuljuk ezt, akkor tudjuk építeni egymást, azt mondjuk, ami szükséges a másiknak, akkor gyarapszik, gazdagodik az élet körülöttünk. Aztán egy-két év múlva ugyanez a főnököm, igen röviden néhány szóval a fejemhez vágta a hibáimat, és mondott olyanokat, hogy édes öregem, így nem lehet viselkedni, és még egyszer ilyet ne lássak. Mert akkor már értettük egymást, akkor már a szeretetbe ágyazva hangzottak el a rövid parancsszavak is. De az is a szeretet nyelvén és az én érdekemben, meg a szolgálat érdekében hangzott. Nem csak azért, mert ő dühös volt. Valahogy ezt kellene megtanulgatnunk Isten igéjéből. Ezt kellene megtanulnunk Jézus Krisztustól, akiben egy volt az igazság és a szeretet. És ez azt jelenti, hogy ha a másik nem bírja el, a hite vagy az idegrendszer, vagy éppen az egészségi állapota nem bírja ki, akkor nem mondom meg neki azt, hogy akármi az. Ha meg elbírja, akkor megmondom neki még azt is, hogy halálos beteg. És egy kisgyereknek csak annyit mondok el, amennyit éppen elbír és fel tud dolgozni. A szexuális felvilágosítással mérhetetlen sokat ártanak a kicsiknek, mert nem érzékelik, hogy hol a határ. Persze, hogy érdekli őket, és az igazat kell nekik mondani, és valamit el kell belőle mondani. De csak annyit, amennyit kérdez, és amennyit akkor megérthet. Ezt jelenti a szeretet, hogy az ő fejével próbálok meg gondolkozni. Ez mindig nehéz feladat, mert kiki csak a magáéval tud, vagy pedig azzal sem. Meg kellene tanulni a másikéval is. Erre az erőfeszítésre csak Jézus Krisztus tehet képesekké minket. A szeretet az energiaigényes vállalkozás. Ott mindig erőfeszítésekre van szükség, ott mindig önmagam megtagadására van szükség. De akkor áldás lehet a hallgatóknak, még a beszédem is, amit mondok. Isteni áldás áradhat rajta keresztül. Azon az egy szón is, vagy azon a csöndes együtt hallgatáson keresztül is. Ó, de sokféle formája van ennek. Azt hiszem, érezzük, hogy itt tényleg feszültség van, és ez a bűn miatt van, hogy így szembe került a dolog. Van, amikor más diktál az igazság, és mást kíván a szeretet. És Jézus azt mondja, hogy ha így elválasztottuk, és néha egyenesen szembeállítjuk a kettőt, akkor a mi számunkra mindig a szeretet a végső törvény. Legnagyobb a szeretet parancsolata, azt mondja, nem az igazsága, mondja. Mindannyian emlékszünk még arra, amikor egy őrült rendszer halálra üldözött ártatlan embereket. És akkor voltak nem kevesen, akik elkezdték bújtatni ezeket az embereket, és letagadták, hogy bújtatják őket. És éppen sok lelkipásztor volt, akik hamis okmányokat állítottak ki nekik. Vétettek az igazság ellen? Feltétlenül. És a szeretet ellen? Én azt hiszem, hogy nem azzal tettek hamis tanúbizonyságot fele barátaik ellen, hogy elrejtették és letagadták őket, hanem azzal tettek volna, ha kiszolgáltatják őket. Sajnos ennyire szembe kerülhet egymással igazság és szeretet.
Nagyon jó lenne, ha senki nem értené és magyarázna ezt fél. Ez nem azt jelenti, hogy felbátorít minket ez az ige, vagy ez az összefüggés a hazugsága. Ez nem azt jelenti, hogy a szeretet jegyében fogok hazudni. Hanem azt jelenti, hogy az igazság önmagában használhatatlan. Az igazságot csak szeretetbe ágyazva lehet a másik javára használni. És ha eltávolodik egymástól a kettő, a mi számunkra a végső igazság a szeretet. Jézus erre adott példát, és ezt parancsolja nekünk. És ezek után a másik kettőről már csak röviden, azt mondja tehát az ige, hogy vessétek le a hazugságot, és szóljatok igazat, de szeretetben. És a másik, amit itt olvastunk, hogy azt mondjátok mindig, ami szükséges. Mert jó lenne, ha beidegződéssé válna számunkra az, hogy mielőtt bármit kimondok, konzultálok az én atyámmal. Megkérdezem tőle, hogy kell ezt most mondani? Ezt kell most mondani? Most kell ezt mondani? És nagyon világos válaszokat kapnánk ezekre a kérdésekre, ha komolyan kérdeznénk. Mielőtt még elkezdünk fecsegni, mit akarok elérni azzal, amit mondok? Az valamit munkál, ami kijön a számon, még akkor is, ha kiszaladt a számon. Annak következménye lesz. Mit fog az elér? Mit ér az el majd? Érzékelem annak az akusztikáját is, hogy a másik füle számára az mit jelent. Biztos, hogy ugyanazt, amit az enyémnek. És azt, amit mondani akarok. Szükség van arra? Vagy pedig csak fegyelmezetlenül fecsegek. Gyógyszer a szó. Nem mindegy, hogy mennyit adunk belőle. A példabeszédek könyvében van két ige, ami szépen egyensúlyoz itt ebben a kérdésben. Az egyik az, hogy sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Többször megakadtam már ezen, hogy nem arról van itt szó, hogy aki sokat beszél, esetleg vétkezik, vagy az a veszély fenyegeti, hogy vétkezhet. Azt mondja az ige, hogy elmaradhatatlan a sok beszédben a vétek. És a másik az, hogy mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Mindig helyén mondott szó az, amit mi mondunk. Ó Jézus, milyen csodálatos egyszerűséggel megtalálta azt az egy-két szót vagy mondatot, ami helyén mondott ige volt, és hatott. És a harmadik, amit az ige elénk ad, hogy építsen, amit mondunk. Ez azt jelenti, hogy valamit kifejt a beszédünk, annak valami eredménye lesz. És milyen nagyszerű dolog, hogy beszéddel is lehet építeni. Sokszor szoktam imádkozni azért, hogy Isten tegye érvényessé az én életemben is azt, amit az Ézsaiás 54. részének a 4. versében olvashatunk a Messiásról. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradottat beszéddel. Egy orvos mondotta el nem régen, hogy nagyon túlterhelt, mint ahogyan a legtöbb orvos, és örül, hogyha a legszükségesebbeket elvégzi, amit minden nap el kell, de így mondta, hogy azt a luxust azért nem akarom megengedni magamnak, hogy sose legyen egy jó szavam a páciensekhez. És én ezt nagy dolognak tartom, hogy valaki még veszi a fáradtságot, az erőt, hogy egy jó szót is mondja. Ne csak diagnózist, amit általában meg sem mondanak a betegnek, vagy valami néhány megnyugtató szólamot. Néhány jó szót. Szinte függetlenül a betegségtől, és esetleg az lesz a gyógyszer. Bölcs nyelvet adhat nekünk Isten, hogy tudjuk erősíteni a megfáradtat beszéddel. Mi? Akik pillanatnyilag talán csak kifárasztjuk, vagy idegesítjük egymást beszéddel. Lehetséges az, hogy tudjuk erősíteni a megfáradtat beszéddel, hogy építsünk vele, ha ő adja a szót a számba. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy elhallgassunk mi, és engedjük őt jobban szóhoz jutni az életünkben. A böjti időszak elején vagyunk. Kevesen gondolnak arra, hogy nem csak a gyomrunkon lehet böjtölni, van szóböjt is. De sok áldás származna belőle, ha elkezdenénk komoly, Istenre figyelő, neki engedelmeskedő szóböjtöt. Hogyan lehet mindezt megvalósítani? Múlt vasárnap említettem Jézus szavait, aki azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Önfegyelemmel, elhatározásokkal nem tudom alapvetően átalakítani a beszédemet. Az jön ki a számon, amivel tele van a szívem. Bocsássatok meg, ha idézem ezt a népi szólást, bolond lyukból bolond szél fúj. Tisztátalan szívből tisztátalan beszéd jön.
Isten által megszentelt szívből szent beszéd fog jönni. Erre lenne szükségünk, hogy a szívünket formálja át egészen. Egész valónkat, gondolkozásunkat tegye mássá. A forrást kell megváltoztatni. És akkor más zubog majd abból. Nem, ami kijön, azt kell vegyszerekkel kezelni. Új forrást kell kérni. Új szívet kell kérni. Mert ebben az igében pontosan erről beszél az apostol. Azt mondja, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Ez a megtérés, az elmében való megújulás, a metanója. És öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerinti valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Nem azon kell, azzal kell bajlódnom, hogy minél inkább megközelítsék a szavaim az igazságot, minél kevesebb hazugságot mondjak, hanem Istentől valóságos igazságot kaphatok, és akkor ugyanilyen beszéd jön majd ki az ajkamon. Valóságos megtérésre van szükség, és akkor nem fogunk egymás ellen hamis tanúbizonyságot tenni. Hanem akkor valóság lesz az, amit az ének így mond, gondolatunk és beszédünk, sőt, ami egész életünk úgy folyjon, s úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy Szent Isten Atyánk, fiaidnak te vagy példánk. Ezzel az énekkel válaszoljunk az igére. A 483. ének 5. verse ez. Olyan sokszor megfogadtuk már, Urunk, olyan sokszor elkezdtük ma, vagy el akartuk kezdeni holnap, olyan sokat tiltakoztunk már saját hazutozásaink ellen, és mégis mindig újra kiszalad a szánkon valami, amit szégyellünk, és amit nem tudunk meg nem történté tenni. Könyörülj rajtunk, és ott mélyen, ami gondolkozásunkat és szívünket változtasd meg. Erre egyedül te vagy képes. Nem csak a szavaink, az egymást bántó, indulatos, haragos kiabálásaink indítanak erre a kérésre. Olyan sok rossz gyümölcsöt terem, ami megromlott szívünk. Te új szíved ígértél nekünk. Te azt mondtad, hogy újjá tudsz teremteni. Kérünk téged, taníts meg minket akaratod szerint beszélni, gondolkozni. Hadd tudjunk egymás érdekében tanúskodni. Tudjuk, hogy azt mondja a te igét, hogy nem örökölheti az Istennek országát senki, aki szereti és szólja a hazugságot. Könyörülj rajtunk, hogy mi ne szeressük és ne szóljunk, hanem szóljunk igazat mindig szeretetben. És így legyen építő az, amit mondunk, és hadd tudjuk mindig azt mondani, amire szüksége van a másiknak, és hadd tapasztaljuk meg minél többször azt a csodát, hogy amikor mi beszélünk, te szólalsz meg. Add a te igéidet, ami szánkra, a te szeretetedet, ami szívünkbe. Engedd ezt gyakorolnunk már ma, és add, hogy áldássá legyen ez. Tarts meg minket a jövő héten is hűségedben, legyen gondod rejánk, szeretteinkre. Hozzád kiáltunk egyházunkért, népünkért. Kérünk, adj kenyeret az éhezőknek, adj békességet ott, ahol fegyverek ropognak, és emberek pusztulnak. Adj békességet a mi szívünkbe, családunkba is. És engedd, hogy ezt a békességet tudjuk mi munkálni, erősíteni a magunk módján, tőled kapott, megszentelt szavakkal is. Amen. Így ülve maradva hallgassunk meg még egyszer néhány verset a felolvasott igéből. Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak,
ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kedves testvérek, ezt a mai igét, amit mindannyiunknak üzent a mi Urunk, most hadd helyezzem még egyszer külön is a ti szívetekre, mert mindenki, akire Isten gyermeket bízott, tudja, hogy mennyit lehet ártani a gyermeknek a beszédünkkel, és hogy mennyire áldássá teheti Isten gyermekeink életében a beszédünket. Sajnos arra nézve van több tapasztalatunk, hogy mennyit ártunk nekik. Azzal, hogy sokat beszélünk, agyon beszéljük a dolgokat, vagy azzal, hogy hallgatunk, amikor pedig beszélnünk kellene, vagy elhallgatunk előttük fontos igazságokat, azzal, hogy mellé beszélünk, és nem a kérdéseikre válaszolunk, vagy azzal, hogy nem kérdezzük őket igaz szeretettel, őszinte érdeklődéssel, azzal, hogy gyávák vagyunk, és nem az igazságot mondjuk szeretetben. És különösen az veszélyeztet minden szülőt, amit itt Pál külön felsorol, hogy sokszor a szavainkban keserűség, indulat, harag és kiabálás van. És ezzel semmi jót nem érünk el az ő életükben. Egyedül Isten szent lelke tehet készé, képessé minden szülőt arra, és mindenkit, aki gyermekekhez szólhat, hogy soha egyetlen szót ne mondjon keserűségből, indulatból, haragból és kiabálva, hanem úgy mondjon minden szót, hogy az építsen, ahogy a szükség kívánja, hogy az áldást hozzon azokra, akik hallgatják. Isten áldásait továbbíthatjuk a gyermekeinknek a beszédünkkel is. És éppen ezért most néktek ez az ige nem csak azt mondja, hogy lehetőleg minél kevesebb szót mondjatok nekik indulatból, haragból, keserűen kiabálva, hanem arra biztat és ezt a nagy lehetőséget csillantja fel, hogy áldásokat közvetíthettek nekik. Hogyan? Úgy, hogy igét hirdettek nekik. Nem feltétlenül úgy, hogy Bibliát magyaráztok, vagy a Bibliából felolvastok, úgy is majd, ahogyan a szükség kívánja, ahogy Isten mutatja. De sokféleképpen lehettek tanúk Isten szeretetéről ő előttük. És akkor nem fogtok hamis tanúbizonyságot tenni tulajdon gyermekeitek előtt, hanem igaz bizonyságai lesztek az Isten nagy tetteinek, nagy dolgainak. A Mózes 5. könyve 6. részében részletesen szó van arról, hogy beszéld el a te gyermekednek, és akkor ott elmondja Isten igéje, hogy mi mindent, olvassátok el otthon. Ez a lehetőség elsőrenden minden szülő előtt nyitva van. Beszéld el a te gyermekeidnek, kicsoda az Úr, mit tett, kinek tapasztaltad meg őt, és akkor áldás lesz az ő életükben, az, amit mondatok nekik. És hogyha így megtanultok az ő ige hirdetőikké is válni, akkor sokkal kevesebb szó hangzik majd el indulatból, keserűen és kiabálva. És akkor valóság lesz az, hogy túlmutattok önmagatokon a mennyei atyára. Olyan hangsúlyos ez itt, és ez a ti számotokra most különösen is fontos. Legyetek egymáshoz jók, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is néktek a Krisztusban. Valami megjelenhet a mennyei atya szeretetéből, bölcsességéből, tisztaságából a ti életetekben. Túlláthatnak-e rajtatok Istenre ezek a gyermekek? Nektek kell az elsőknek lennetek, akik majd azt is elmondjátok nekik, hogy mire jó az, hogy megkereszteltük ma őket. Ők ma ebből még semmit sem értenek, de egyszer megérthetik, meghallhatják, hogy hatalmas szövetségesük van, hogy ők is számíthatnak Jézus Krisztus bűnöket eltörlő áldozatára. Ez a papi szolgálat is elsőrenden a ti kiváltságotok. Ilyeneket mondjatok nekik, és akkor szinte nem is kell erről beszélni, hogy egyetlen hiába való szó a ti szátokon ki ne jöjjön. Jöjjön ki minél több építő, áldásos szó. Ige, ige hirdetés, bizonyságtétel. És ezáltal az ige által Isten fogja őket formálni. Ezzel a reménységgel tartsátok majd őket keresztvíz alá. Mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatom, két kérdésre feleljetek még szülők és keresztülők hallható szóval. Nagyon jó. Azt kérdezem először, akarjátok...